Na sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Grand Prix 4 2014-es évada, a helyszín pedig Manicus, Franciaország, és a képernyőn pedig a rajt sorrendet láthatjátok, majdnem azt mondtam, hogy a világbajnokság állását. De nem itt a rajt sorrend, Hamilton indul az első sorból, mellőle Ricciardo, majd Rosberg és Massa. Vettel lett az ötödik, Alonso indul mellől a hatodik helyről, utána jön a két McLaren, Magnussen és Button, majd Hülkenberg és Bottas. Raikkonen egész hátul van a 11. helyről, várja majd a startot, majd jön Perez, Vergne, Grosjean, Sutil, Kvyat, Kobayashi, Gutierrez, Bianchi és Chilton, illetve Ericsson és Maldonado. ...nak volt egy kis hát büntetése, amivel hátra sorolták, így ő indul a 22. rajt helyről. Eső nem várható, úgyhogy menjünk is a rajtvácsra, és kezdődjön a francia nagydíj. És megkezdődik a francia nagydíj, most Hamilton jól jön el. Ricciardo egy nagyon picit beragad, el is jön mellette Rosberg, Hamilton az kilő valósággal simán megtartotta az elsőt, és Rosberg is sikerült feljönni a második helyre, megelőzte Ricciardo. Massa a negyedik, Alonso is feljött egy helyet az ötödikre, Vettel visszaesett a hatodikra, és támadja az egyik McLaren, Magnussen. Hamilton, Bottas, Räikkönen marad a 11. helyen, Perez, Kvyat és Sutil van itt, majd harmad, de aztán Kvyat rendet tesz. És Maldonado jött már is fel a 22-ről a 18-ra. Előzte Gutierrez, Chilton, viszont... Na nézzük Hamiltont! Nagyon erősen eljött, így az elején. Közben Magnussen megint támadja Vettelt. Viszonylag elég rövid pálya. Utoljára a jól emlékszem, hogy 2006-ban volt. Hamilton már is két másodperc előnyre tetszett, és mi csak a második körbe vagyunk. És azért már Rosberg is kezd elnyúlni, miközben Räikkönen hibázik. Ajjajjajjajjajjajj, de viszont és egy ütközés. Júj, de csúnya volt. Na nézzük meg ezt egy visszajátszásban. Mit is csinált Räikkönen? Áj, nem jó vette fel az ívet, és megcsúszott, és pont beleszállt az egyik Lotus, Grosjean. Úgy látom, nem lett baj a Grosjeannak sem. Ops, Räikkönen visszaforgatja. Nem is vissza, még Grosjean is küzd egy kicsit, mire irányba rakja a Lotust. És itt az elég. Vissza is talál. Hát csúnyán kilökte Räikkönen. Grosjean. És már a harmadik körbe vagyunk, tehát DRS lehet használni, közben Magnussen még nézi Vettelt. Ez a vége, Magnussennek sikerült megelőzni, sőt, jól látom, Button is eljött.
Meg bizony. A két McLaren győzte Sebastian Vettelt. Jól látom. Bottas az, aki megérkezik most Vettelre. Vettel nagyon lassú. Keresi is a íveket, nagyon-nagyon védekezik. Láthatóan sokkal gyorsabb nála Bottas, sőt a két Force India is lassan megérkezik rá. És most előzi is Bottas, de csak nézett egy pillanatra. Várja az éveket. Á, ide itt most beesett mellé, Bottas, de megérkezik ebbe Hülkenberg is. Látok, ott van Rosberg, most jön. Már 3,6 másodperc az előnye Hamiltonnak. Ricardo ugye a harmadik. Alonso a negyedik. Massa az ötödik. Magnussen a hatodik, Button a hetedik. És Vettel, mint egyfajta felvezető autóként funkcionál. Helyen. Itt lehet érdekes csata majd. És le is jön az ívből Vettel. Nem tudott elmenni a Bottas. Szerintem ő is meglepődhetett. Teljesen más íveken megy Vettel, mint Bottas. Bottas inkább a belső íveket próbálja megtartani, és a kigyorsításra megy. És közben figyelnie kell, mert hátul a egyik Force India, Hülkenberg az, aki nagyon nézelődik ott mögöttem. Na és most Bottas nem rövid ez az egyenes szakasz. Dupla sikán előtt nem tudja egyenlőre megfogni Vettelt. De nem is jóra ment Vettel. Megint itt van ez a hosszú egyenes szakasz. És most Bottas elmegy. Sőt, az egyik Force India és Hülkenberg is elment Vettelnek. Vettel egy kicsit lecsúszott az évről. És el is mennek itt a többiek. Nagyon kemény volt Bottas, és szentélyes volt nagyon Hülkenberg is. A Perez már nem fér be. Vettelnek. Vettel most így visszaesett a tizedik helyre. Perez az, aki támad.
köpni ki egymást. Tette a keresztbe! Nem jól ment rá a sikánnak a bejáratára is. Sárga zászló. Chilton. Nézzük, mit csinált. Szerintem neki is sok volt. Igen, ez a kanyar. Bejárat. Aja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 j
oka. Megcsúszhatott Maldonado, és aztán szegény Chilton ette meg. Nem, Grosjean az. De most jönnek Räikkönenék, ugye még az első kicsúszásból felfele. És próbálják utolérni ugye a többieket. Kobayashi a 15. Szutó 14. Fia 13. Perez mi van, most nagyon belassult. Itt pedig magányosan a többiek, Bottas, Button, Magnus, Massa, megint sárga zászló van. Kviat, mi van Kviat, mi történik? Igen. A két Sauber elintéztek Kviatot nagyon gyönyörűen. És kiütötték a kerekét. Azt a betyám mindenit. És Gutierrez volt végül is, aki szemszögéből is, hogy mi történt. A Gutierrez... nem is tudott nagyon, nem tudott mit csinálni a Gutierrez. Hát a két Sauber elintézte Daniel Kwiat versenyét. Többen is jönnek. Na, mit csinálnak itt? Mereg az egyik ott leragadt. Igen. Nagyszerű. A kis Nike cipőbe ott maradt az egyik sportbíró. És már tolják is le. És szerik ki. Gutierrez pedig ugye a boxban. Gyors száncsere. És már megy is. Még csak most engedtük volna. Már kijött. És így már hátrányban lesz. Hamilton és Rosberg elment. Közben 18, Räikkönen 14. Egyszerűen hamarosan beszélni Boxban. Például a Kobayashinak is tényleg itt kettő van. Kicsit vonatoztatja őket. Thank you.
belül. Hamilton és Rosberg között már 7,9 különbség. De le van maradva Rosberg. Őrületes tempót meg Hamilton. Vettel, Vergny és Perez. Elvileg pedig Vettel autója nincs sok üzemanyag. 8,7 van. Nem lenne szabad neki. Nagyon lassú, hogy nem is mégis. Látszik, hogy a torlószokban vagyok. Mondjuk Vettel autója is a lábjegyet a keverék van. És most beteszi Vergny Vettel mellé, egy kicsit össze is pöccenélte. De nem sikerült megelőzni. Sőt, ezt ugye most Perez majd kihasználhatja. És elmegy Vettelnek, de nagyon-nagyon szépen át tud menni, és nem jönnek ki egyenlőre a gondba. És most Perez az támadhat, hogy összevasztja a Vettel. Vettel nagyon szépen elment, és már el is húzott. Sokkal gyorsabb. Stay clear.
És már mehet is. Várják a McLarennél is, és a Williamsnél, Bottas. Kereket fenn, és már mehet is. 4,6. Hülkenberg elé. Nem voltak viszont elég üzemmelegek a gumik, és egy kicsit lecsúszott a gumiről. Magnussen az a és itt van Magnussen. Egy gyors kerékcsere. Sőt, jön Ricardo is. Mert szerintem már pakolnak visszafele. Force Indiások Toro Rossónál is várnak. Na nézzük, Ricardo 5. helyen van. Hova? És Alonso elé sikerült éppen, hogy csak visszajönni. Egyelőre ugyanolyan közel. Assza nem volt a button. Csak utána fog majd helyreállni. Az autója. Visszatette 18. Massa ugye még nem volt kint, mit jön Hamilton, 19. Rosberg, Grosjean, és az utolsó helyen van Vettel. Az, aki majd támadja.
francia nagy díj. Érdekes, Button az, aki jött ki, és most már úgy csak massza lett. Kilecsült az első szettet. Zászló. Bianchi. Nézzük, mi történt Bianchival. Nagyon szélesen veszi ezt az évet, lecsúszik. Háj, szállam egyet. Pályát övező kerítésbe, és le is szakadt a kerék. Ez egy hiba volt. És a gumi gyönyörűen hattokkal aggolva megy a pályán. És már viszik is el Bianchi autóját, tehát ő is kiesett. Sárga zászlóznak Buttonnek. Szával mi történt. Well done! We're on the podium! Jaj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 
És nem tud visszajönni. De sokat veszít most ezzel Massa, de miért nem megy fel? Tehát itt a rázókőre, vagy mi történt? Elmegy Bottas is. Na, mit csinál Massa? Na, csak most indul el. Kintzik helyről. Az első helyről csúszott ki Massa, szerintem ott nem jutom a... Kakaskodtak össze, így, és itt az egyik... Fettel egyik fedbúra. Keresztbe. Na, hát mindenki csúszkál. Szegény Fettelnek már nem most nem szoroz. Maldonado volt, hát amit itt szegény Masszeren nagyon sokat beszélünk ezzel. Most 45 másodperces hátrány szerint összeülve a kis megcsúszással. Nagyon durva. Rosberg vezet. Sikerült neki. Fette megint a boxban. Sikerült megelőzni a Hamilton. Akkor viszont nagyon durván összeakadhattak Massával Hamilton így. Rosberg így odaért. Kék zászlóznak neki? Éppen kimegy el mellette. Kobayashi a 14-ről körözte le. Majd az egész mezőnyt kört adok neki. Ricardo a harmadik. Magnus. Ricardo. Ez van.
megint Vettel ismét a pálya közepén. Nem tudom, hogy ennek már most így mi értelme van. Előbb tudom, lesz jó vége. Egyszerűen nem találja a helyes híveket. Alonso megy most el mellette, ugye körözi le. Visszatérő most jött még be a boxba. Perez is bejött. Nézzük, hogy hogy állnak a box kiállások. Egyszer volt kín már mindenki. Az első 16-ban, és Vettel volt, hogy kétszer volt kín. Egyedül volt, van, aki már kétszer is kín volt. Úgyhogy elfékezte ezt a kanyart. És Alonso az ötödik. Közben Ericsson a pályával szemben. Mi történt? Szóval nem bírta bevenni a kanyar, túl sok volt. Megcsúszik és a forgalommal szemben áll meg. Egyelőre szépen el tudnak menni itt melletten. De rossz helyen van. Na, sikerül viszont irányba állnia. Itt van Rosberg. 25. körét kezdi meg. Na, tette. Belassult. Ricardo a szerencsésebb Red Bullos. Szépen hozza a harmadik helyen az autót. Hopsz, Chilton. Ő is elcsinálja ezt a kanyar ráfordítót. Pont láttuk. Na nézzük, meg tudja fordítani az autót, most is a menetirányja szemben van. Igen. És folytathatja. Rosberg és Hamilton. És Sutil. Zöld átlódna. Úgyhogy meg lehetett valami kis kicsúszás. Nem beszélünk, társadalmát látni.
forduljunk a verseny felé, hogy egy kis Rosberg vezet, második, tehát a Marcus negyedik, Alonso az ötödik, Jensen Button a hatodik, Valtteri Bottas a hetedik, Hülkenberg az a kilencedik, Massa pedig még hangszerző tizedik helyen van. Bernie és Massa küzdelmen, háttérben pedig már jön Rosberg. Hamarosan le fogjuk törölni Felipe Massáékat. Így. Az úgy szép volt. És el is jön Massa. És Verni elengedi közben Rosberget. Nézzük Hamilton. Hamilton is szépen el tud menni Vernek. Úgyhogy egyenlőre Ricciardo biztosan tudni fogja hozni ezt a harmadik helyet. Pedig Räikkönen és Perez. Nagyon közel van az egymástól. Igazából nem mutatjuk az, hogy a folytatók időm, hogy a tizenkettőt milyen van. Három kör van még hátra a francia nagy. Thank you.
is, bármi is. Bármi. Ebben a 24 másodperces lemaradása Hamilton most egy kicsit lemaradt volna Rosbergtől, az a 7-10 másodperc, hogy az előbb még ott volt a nyakán 4/10-re. Nézelődik itt Maldonado mögött.
kört fog menni. Sikerül-e a boxba megelőzni a Hamilton Rosbernek? Sikerül-e tartani Rosbernek? Igazából most fog eldőlni. Na lássuk Rosberget. Az egyik Red Bull-os szerelőt elütöttük, igen. Fönn van, mehet. 9, nem olyan rossz. Helyet szerintem az a 21 másodperc, ez nem lesz elég, csak 1,4. Most megkapja a festőzőt. És engedjük ki. Na nézzük Hamiltont. És ott jön Rosberg. Na, elment Rosberg. Igen. Ennyi a különbség Hamilton és Rosberg között, ami igazából nem is olyan sok. Zászló. Így, button. Mi történt? Technikai baj lesz, így van. Szándékosan jött le a pályáról. Kerék felfüggesztéssel lett valami. Jó helyen volt pedig szegény Button. És nem is volt már igazából sok hátra, de hát a hátsó felfüggesztéssel lett valami problémák van. És már emelik is ki. Nincs messze Räikkönen Gutierreztől. Aztán még pontot is tud szerezni. Rosberg és Hamilton. 1,7. Még annyira erősen ment Hamilton az elején, hogy én teljesen meg voltam győződve arról, hogy olyan tetemes előnyt összeszedett. Nem és valahogy azt utána elolvadt, illetve Rosberg volt a gyorsabb. Így a második etapban. A nyolcadik helyzetet is lekörözi Rosberg. Hatodik. Alonso az ötödik, és Magnussen a negyedik. És úgy nagyjából úgy vannak vele, mint a Rosberg.
Ricardo szépen hozza a harmadik helyet egyelőre. Nekem Massa mellett Hamiltonék. És 10 kör van még hátra. Kér, ez nagyon szépen nyújt a pontszerző helyen. Ricardo előtt is le a kalapra. Okay. Nagyon-nagyon jó lesz a Red Bullnak és neki is. Magnussen a negyedik. Van Alonso az ötödiken. Bottas a hatodik. Ugye Button kiesett. A 8., a 9., a 10. Közel 7 és fél hét kör alatt.
De egyelőre nem látom azt, hogy Hamilton nagyon támadná Rosbergre. Aztán persze lehet, hogy nem lesz igaza. Úgy Magnus Alonso, Alonso ott nem Massa pedig már le is van körözve, sőt a Hülkenberg is 65-re van. Ugye az 1 perc 5, és egy kör itt durván 1.12, tehát hamarosan Hülkenberg is utol tudja érni. Vettel 3 kört kapott már. Nem hiszem, hogy Vettel felejtette volna el ezt a pályát, illetve vezetni. Nagyon nagy baj. 880 Hamilton és Ricardo 38 másodperces hátrányban van úgymond Hamiltontól, most ezt a részidőket láthatjátok alul, hogy ki mennyire van a másiktól. Chiltontól például vette egy. Ez nagyon-nagyon durva, hogy még a Norris-e is megkörözte. Nagyon rákapcsoltak a Mercedes-nél. Poli tempót diktálna. Rosberg olyan szépen tartja ezt a 1 másodperces kis előnyét. Esélyt nem adva Hamiltonnak. Na és az utolsó 5 kör. Második körét úgymond. Magnussen szépen lehúzódott Rosberg elől. Talán itt. Igen. Hülkenbergéket. Utolsó 4 körben. Jól láttam, Hülkenberg is utolérte Vettelt. Esett vissza Rosberg, ugye két helyet jött előre. Hamilton egyet esett vissza. Ricardo is egyet esett vissza. Ez volt egy nagyon szemfüles. Négy helyet jött előre, illetve Gutierrez, amelyik helyen van jelenleg. És szeretnék, hogy így akár egy pontot.
de közel van most Hamilton. Házszal vetjál minden itt. Na, az utolsó... Fettelféle lekörözésnél. 3 laps to go, repeat. 3 laps to go. Három kör van még hátra. Nagyon-nagyon közel került Rosberghez. Nagyon közel nem is volt. Szerintem feltekert mindent, ami létezik az autóban. Így van, 330 másodpercre nőtt a különbség. Ricardo már 42 másodpercre nőtt. Az. Az az tény. Osztályban megy a két Mercedes öntön. 2 laps to go, repeat, only 2 laps to go. Teljesen másik feljebb levő osztályon is totálisan le is polázzák a többi versenyzőt. Nem sokára utolérik Hülkenberget. Magnussen 60 másodperc, Alonso 61-re az 5. helyen. Bottas 63-ra, Hülkenberg előtte. Szerintem Hülkenberg le fogják körözni. És a Rosberg nem hibázott akkor. Szépen fogja hozni ezt a futamot. Kör. Az utolsó körben járunk. És Hamilton közben nagyon rámegy Rosbergre és elgelőzik mind a ketten Hülkenberget. Hamilton most nagyon-nagyon ott van támadó pozícióban Rosbergen, és megpróbálja még itt az utolsó körben megelőzni. Áj. Na hova lett? És nem. Volt egy pont, amikor Hamilton nagyon-nagyon sikerült megfogni a szélát és ráesni Rosbergre. Szerintem az járt a fejében, hogy megpróbálja a Hülkenberges lekerülését megelőzni Rosberget, de nem sikerült neki, és aztán tempót vesztett, és így elengedte úgymond. Már most így nem tudom semmit. Keep it steady. És megnyeri a francia nagydíjat. És Hamilton. Race 1! Well done everyone! Very good race. Just remember the switch off procedure, can you? Kill the engine, ignition position 1 and isolate. Fantastic drive, great job. Well done, mate. Slow in lap, slow in lap, call the brake. Itt a végén Hamilton. Azt a betyár mindenit. Nagyon-nagyon-nagyon durva volt. És nagyon-nagyon de nem sikerült neki.
az még, ha ott összeakadtak volna így az utolsó körben, na hát ez nagyon érdekes lett volna. De hát mondhatjuk azt, hogy szerencsére nem volt így, és Rosberg megérdemelten nyerte meg ezt a futamot. Mindjárt meg is nézhetjük akkor a eredményt, hogy hogy is végződött ez az egész dolog. Azt mondja, hogy így van itt a végeredmény. Rosberg nyert, Hamilton lett a második, Ricciardo lett a harmadik, Magnussen a negyedik, Alonso lett az ötödik, Bottas a hatodik. Na egyébként Magnussen, Alonso, Bottas is elég közel kerültek a végén egymáshoz. Ők azok, akik nem kaptak kört, Hülkenberg még ugye le lett körözve. Massa lett a nyolcadik, Wernie kilencedik, és Gutierrez behozta a Saubert a tizedik helyre. Räikkönen éppen lecsúszott a pontszerző helyről. Perez, Kobayashi 13. helyen nagyon-nagyon szép, Sutil, Grosjean, Maldonado, Ericsson, Chilton és még Vettelt is jegyzi a gép, ő már 4 kört kapott, és 3 kiesőnk van, ugye Button, Bianchi és Kwiat. Na, megnézzük még a leggyorsabb köröket. Hát igen, a két, mert Hamilton őrületes kört ment, 1.11.270-nel, Rosberg 7 tizedet, de lassabban tudott körbe menni itt a verseny folyamán, és Massa volt a harmadik leggyorsabb, de ő már 1,1 tized másodperccel ment lassabbat, mint a első. Alonso, Räikkönen, Bottas, Ricciardo, kíváncsi vagyok egyébként Vettel körére. Ez borzalmas volt. Igen. Hát Vettelnek a körei nem voltak a legjobbak, 4,5 tized másodperc. Ő volt ezzel a leglassabb. Illetve Kwiat, aki ugye nagyon az elején esett még ki. Hát igen, 1.15.770, az nagyon-nagyon csúnya. Az 1.11.270-hez képest. Jó, nézzük akkor, hogy hogy áll akkor a világbajnoksági tabella. Rosberg átvette a vezetést 117 ponttal, Massa a második 114 ponttal, Vettel a harmadik 113 ponttal. Szegény Vettel most ugye nagyon nem tudott pontot szerezni. Hamiltonnak van 106, Räikkönennek 89, Ricciardonak 87, Bottasnak 80, Buttonnek 68, Alonsonak 58, és itt pedig a többiek láthatóak. Hát, mint ahogy az elejét megnézzük, ott azért eléggé szoros, tehát Rosberg, Massa, Vettel, Hamilton, Räikkönen, Ricciardo, még talán Bottas is ide lehet mondani. És ugye azért 25 pont jár egy győzelemért, itt azért még kemény csaták tudnak lenni, és még ugye 10 versenyen vagyunk túl, még hátra van, ha jól tudom, 7 futam. Majd meglátjuk, hogy mi lesz. Konstruktőri bajnokság, Mercedes 2.23, de itt sincs eldőlve, mert a Red Bull elég jól szerepelt eddig. Neki van 200, a Williamsnek van 194, a Ferrari-nak 147, McLaren 121, és itt is azt mondom, hogy tényleg így az első 5-ből jöhet ki majd a végső győztes. Ők vannak olyan, nem olyan túlságosan messze egymástól. És végül is már mind a 11 csapat szerzett pontot. Ugye volt egy-két káosz futam is, ahol a Marussia és a Caterham is tudott pontot szerezni. Na, hát akkor ennyi lett volna a francia nagydíj. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És folytatni fogjuk ugye majd ezt a GP4-es bajnokságot. A következő nagydíj egyébként szilveszterben lesz. Tartsatok akkor is velem. Sziasztok!